A mammográfiánál a legalább 5 vonalpár per milliméter a felismerhető határa, ez a legnagyobb felbontás, ami röntgenben létezik. Und das schaffen Sie mit Ihrem Mammographiefilm, das schaffen Sie aber nicht nur im digitalen System. De mammográfiás rendszert nem használhatunk bárminek a röntgenezésére, tehát ott meg sajnos a mammográfiás technológia korlátozó, mert csak alacsony látsugarakkal dolgozik. A hangsúlyt azon volt, hogy ugye a film felbontás egy lényegében végtelen. A analóg film felbontása lényegében végtelen, a digitális épek véges, ahogy hallottuk, és ugye még mindig sokkal jobb, lényegesen jobb a mammográfiás filmnek a felbontása. Az a csúcs technológia, humán radiológiában a legnagyobb felbontással kell, hogy dolgozzon. Ezt pillanatnyilag 100 mikron nagyságban jelölik meg, ez a minimum. Az új készülékek már lényegesen alatta vannak, és az új digitális készülékek is már 80-50 mikront elérnek felbontásban. Na most azt jelenti Magyarországon ma, hogy a szűrőmódszernek, ugye a szűrőmódszereknek a feltételei mindig kritikusabbak, mint a diagnosztika, a klinikai diagnosztikai módszerei. És szűrőmódszerként engedélyezték már a digitális mammográfiát is. Az FDA is Amerikában, és mi nálunk is engedélyezték. Azt azért el lehet mondani, hogy egy csípődiszpláziát nem tudsz megcsinálni mammográfiás felvétellel, tehát a felbontásban ugyan például egy degurról eszméletlen felvétel készíthető, rendkívül nagy részletgazdagság nagyítóval nézhető, de egy csípőt vagy könyök még talán megy, de egy csípőt biztosan nem lehet megröntgenezni, ugyanakkor a digitális rendszerek azok meg gyakorlatilag bármire felhasználhatók, bármire röntgenezhetünk fel. Mondd csak, felosok. A főorvos úr majd hozzá fog tenni, vagy kifejti a saját előadásában az erről a kutatóját. Gut, zusammengefasst, also nochmal beim Filmfoliensystem. Für unser visuelles Auge, für unser Auflösungsvermögen ist die Verstärkungsfolie, der Film, die Geometrie, das ist der Abstand, die Größe des Objektes, die Bewegung unter der Nutzung eines Streustrahlungs maßgebend, wie gut wir das Bild letzten Endes erkennen können. A képre számos külső hatás. Számos külső hatás érvényesül, ilyen az erősítő fólián felbontó képessége, az alak, mozgás, a szorcsugárzásnak a hatása. Wir haben bei digitalen Systemen den Grenzwert für das Auflösungsvermögen immer durch diese Pixelmatrix festgelegt, ist, die ich Ihnen vor uns gezeigt habe. Tehát amíg az előzőknél, a képminőségnél a felbontás számos körülmény befolyásolta, azoknak egy része kevésbé érvényesül a digitális rendszerén, mert ott a felbontás határa az ott megszabott azáltal, hogy hány pixelre képes a rendszer. Und dann reden wir also von 9 oder 10 Millionen Pixel, die ein solches digitales System wenigstens auflösen muss. És 8-10 millió pixelben egy korszerű digitális rendszer. Diese Faktoren gelten natürlich für beide, für Filmfoliensysteme und digitale Systeme, also nochmal. De a jelölt részek a mozgás, a forma, a szorcsugárzás, azok persze ugyanúgy hatással vannak a digitális képre is. Ein nächster Vorteil der digitalen Radiografie ist die sogenannte Bildnachverarbeitung. A képnek az utólagos feldolgozása, ez egy nagy előnye a digitális rendszernek. Wir haben natürlich die Möglichkeit über die Computer mehr Informationen aus dem Röntgenbild darzustellen. Mehr Informationen pro Aufnahme zu erhalten. Egy-egy felvételben így több információ is tárolható, amit aztán kinyerhetünk. Und wir haben eine bessere und sicherlich im Endeffekt auch vor allem eine konstantere Bildqualität, weil wir andere Einflussfaktoren wie Chemiequalität und so weiter ausschalten können. Általánosságban jobb képminőséget érünk el, de mindenképpen kiegyenlített a képminősége szemben az eredeti filmfólia rendszerrel. Verlässt unser Film die Entwicklungsmaschine, haben wir ein fertig fixiertes Endprodukt, ein Röntgenfilm, an dem ich nichts weiter machen kann, außer die Dinge zu sehen, die er mir an dem Lichtkasten zeigt. A filmfólia-rendszerre előhívott kép az készen van, azon, ami akkor megjelent, az nem változtatható. Während wir beim Digitalsystem einen nach wie vor variablen Bildeindruck haben. Szemben a digitális rendszerrel, ahol viszont ez utólag módosítható.
und können also über Kontrastveränderungen, wir sagen sogenanntes Window-Leveling, verschiedene Sensitometriekurven anlegen, das Bild verändern, wir können Kanten schärfer nachstellen. Képpel különböző képfeldolgozási műveletek történhetnek, kiemelte a kontúroknak a felhelyezését. Und bestimmte Details auch herausheben, herauszoomen. És különböző részleteknek a kiemelésének lehetőség. Ich will es an einem Beispiel erklären. Das Prinzip der sogenannten unscharfen Maske oder der Kantenanhebung. Egy példát emel ki, amikor a nem egészen éles a széle valamilyen objektumnak, amit megrongálászunk. Ziel ist es also, bestimmte kleine Details in ihrer Darstellung schärfer und genauer zu zeigen. Valamilyen kis részletet szeretnénk erősebben és kontúrosabban látni. Wir nehmen also mal hier oben diese, eine solche Aufnahme. Wie Sie sehen, ist das das Originalbild, was also auch beim Film oder bei unserem digitalen System als erstes im Reader einläuft oder vom Computer prozessiert wird. Das ist das erste Felkinalkép, Felsőkép. Wenn wir einzelne Details sehen, diese Schrauben hier oder diesen Nagel oder auch, sagen wir hier, vielleicht sieht man es, leichte Exostosen auf dem Knochen hier drauf haben. Das Implantat, wo diese Exostose schon ist. Ist es hier schon relativ schwierig, Details zu erkennen. Nem részletgazdagok. Der Computer legt ein sogenanntes kantenbetontes Bild darüber. Er projiziert also, er versucht alle Randbereiche elektronisch zu glätten, wie wir sagen. A gép rárajzol egy olyan kontúrt, amivel igyekszik az egyes határokat, a képen lévő egyes határokat felerősíteni. Auf dieses Originalbild, dieses kantenbezogene Bild drüberlegen, als Maske drüberlegen, kommt im Ergebnis also dann ein für uns optimiertes Bild heraus. Az eredeti képre ráhelyez egy kontúr erősített képet, és így kapjuk meg az alsó képen látható eredményt. Und hier erkennen Sie dann also auch diese Details, diese Exostosen, die sich megjelennek azok a részletek, amik a felső eredeti képen nem látható. Sie sehen das Gewinde der Schrauben zum Beispiel sehr viel deutlicher und klarer als. Csavarnak a menete is jól felismerhető. Vorsicht aber nochmal, man kann diese Kanten aber nicht übertrieben anheben. Ich werde das dann ein paar Live-Bildern mal zeigen, die wir dann anfertigen. De ezzel is mértéktartással kell élni, mert mutat majd néhány képet, hogy hogyan lehet ezzel hibát előállítani. Auch wieder den Rauschpegel anheben, indirekt. Mert ezzel szintén képet zavaró, képértékelés zavaró. Und bestenfalls auch Artefakte einbauen können. Vagy pedig olyan képletek is megjelenhetnek a képet, amik eredetileg nem lettek volna ott. Gut, zu weiteren Vorteilen keinen Chemie- und Filmverbrauch, hatten wir gesagt schon bereits. Nem kell film, nem kell wegszer. Diese laufenden Kosten fallen komplett weg. Wir haben keine alte Chemie mehr zu entsorgen. Csak kenti a költségeket, nem kell a hulladékkal sem törődni. Und wir tragen zum Umweltschutz bei, weil diese Unmengen an Silber, die wir bei der Filmherstellung jedes Jahr verbraten für unsere Filme, hatalmas mennyiségű ezüstet dolgoznak fel a filmgyártás során, ezt mind vissza kellene nyerni, mielőtt könnyezett a személy. És ez rendkívül energiaigényes, ez is megspórolható a környezet számára. Und zum letzten Punkt der Vorteile, den ich persönlich für den wichtigsten halte. Számára a legfontosabb, itt ez az utolsó pont, az előnyök között. Das ist die zentrale Speicherung dieser Bilddokumente in ihrem ja, Computersystem in ihrem számítógépes rendszerek tárolhatják ezeket a képeket. Lehetőség van. Die Bilder stehen auf Knopfdruck sehr schnell zur Verfügung für die Nachbearbeitung, für die Nachkontrolle. Utólagos feldolgozásra, vagy a képek elküldhető konzultációra. Und Sie haben die Möglichkeit auch der sogenannten Bildkommunikation. Das heißt, die Konsultation mit Spezialisten geht sehr viel einfacher und damit erhöhen wir natürlich auch die Diagnosesicherheit. Spezialistáknak küldhetők a képek, és itt konzultációra lehetőség. Sie können ein solches Röntgenbild per E-Mail sehr schnell verschicken an einen Nachbarkollegen, an die Universität, wenn Sie andere, eine zweite oder dritte Meinung haben wollen. Und das persönlich sehe ich als wesentlichen Vorteil an, dass Sie sehr schnell eine zweite, dritte Meinung einholen können. Nagyon gyorsan második, harmadik vélemény beszerezhető, egyetemre kollégának átküldhető a kép és véleményét nyerhető.